Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki a mai este folyamán eljött, illetve én is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetek, és perforálhatok mindenkinek. Az az igazság, egy nagyon-nagyon rövid beszédet szeretnék mondani arról az egész helyzetről, ami miatt most mindannyian összegyűltünk. Minden egyes diáknak, aki szolidaritásból itt van, és minden egyes tanárnak, aki azért jött ide, mert igazából tanítani szeretne, csak nem tud már hogyan. Én amikor elkezdtem általános iskolában, már éreztem, hogy valami nem úgy működik, mint ahogy ez egy megfelelő világban kéne, hogy működjön az oktatási rendszerben. Aki esetleg ismer engem valahonnan, azt tudhatja, hogy a YouTube csatornámon én már sokat beszéltem erről, sokat bíráltam azt az egész dolgot, és most 2022-re sikerült úgymond elérni azt, hogy ez teljesen összeomoljon, és semmi más ne lehessen csinálni, csak feladni a munkát és kijönni ide, és felszólalni azáltal annak érdekében, hogy a szabadságunkért kiálljunk. Kicsit csalok, nyomtatni nem tudtam, de az a pár gondolat, ami bennem van ezzel az egész dologgal kapcsolatban, amit úgy gondolok, hogy most a lehető, most van a legalkalmasabb pillanat, hogy ezt elmondjam, az az, hogy én azt érzem, hogy az oktatási rendszer azért hullott össze részben, mert az országot irányító dicsőséges nagyurajoknak egyszerűen nem áll érdekében az, hogy körültekintő, öntudatos embereket neveljen ki az iskolákból, akik látják azt, hogy mik vannak a dolgok mögött. Sőt, az az igazság, hogy kifejezetten hátrányt jelent ezeknek az embereknek, hogy tudják azt, hogy mi az a valóság. Hogy mi az, amikor generálják a valóságot, és mások döntik el, hogy mi a hamis és mi az igaz. Körültekintőnek kéne lennie minden embernek. Ott, ahol az emberek alapvető jogait tiporják nyomba a határainkon túl, ahol érvényes, kitöltött szavazati lapokat égetnek el. Ott, ahol az iskolákban, pont a gyermekeink védelmére hivatkozva tiltják meg azt, hogy ezek a gyerekek úgy kerüljenek ki az iskolákból, hogy felfogják azt, hogy milyen világ és milyen emberek ölelik őt körül, hogy hol van, hogy ezekre ne megvetve nézzen, ne ítélkezve nézzen olyan emberről, amit valaki nem tehet. És ez nem azért van, mert egy homofób országban élünk, nem azért van, mert rasszista országban élünk, csak azért, mert az öncillú érdekek ezt igénylik. És ez a háborús, harcias helyzet van fenntartva nagyon-nagyon régóta. Nem arra a háborús helyzetre gondolok, ami a szomszédos országban történik most, hanem arra a már Magyarországon évtizedek óta lévő, mesterségesen generált, ilyen fiktív háborús hangulat, ami csak azért jó, hogy az embereket rettegésbe tartsa, és ezáltal közel láncolja magához a magyarság nagy hányadát. És ott, ahol ez az egyéni érdek van mindenek felett, annak a levét pont azok a magyar állampolgárok fogják meginni, akiknek az az egyetlen céljuk, hogy tisztességesen tudják végezni a munkájukat. Úgyhogy annyit szeretnék, hogy minél több tiszteletet a tanároknak, és álljunk ki egymásért és mindenkiért. Köszönöm szépen!